Mai állatbarát vendégünk Csézi, aki elhozta hozzánk kis kedvencét, aki egy magyar vizsla és Fülöp névre hallgat, és állítólag ugye te 12 darab állatról gondoskodsz. 11-ről gondoskodsz otthon, ugye egy házőrző kis kutyád, vagy házőrző kutyátok az elmúlt időben elhunyt, az igaz? Igen, februárban meghalt a kutyánk, és hát ilyenkor veszi észre az ember, hogy micsoda társa, és hogy milyen szolgálatot tesz az embernek egy kutya. Szétrobbant a húgyholjag, szóval annyira hirtelen jött, hogy műtőasztalon elvesztettük. Volt két vizslánk, volt ez a sárpely farkas kutya keverék, aki meghalt, és egy golden retrieverünk van. Úgyhogy nagyon a boldogság, és hét macska. Hét macska. És egyébként az EGRI állatotthont is ugye támogatod, vagy támogatjátok a férjeddel, ugye? Igen, én le a kalappal előttük, amit ezek a lányok csinálnak, szóval azt gondolom, hogy 200 kutyát, három törékeny lány reggeltől estig gondoz, le a kalappal előttük. Amit tudok magam részét, inkább a nyaginak, mert a időm elég szűk, és múltkor is beleívott a pohárba, amikor itt voltunk, úgyhogy... Nagyon szeretem az állatokat, és amit tudok, azt megteszek. Van rá egyébként időd? Tehát időd engedi azt, hogy mondjuk azon egy magyar vizsla, és azért rengeteg mozgást igényel. Milyen mozgásokat szoktál végezni a kutyával? Tehát sétáltatod, vagy elmentek kerékpározni, biciklisztek, kirándultok? Az igazság, hogy egy hektár a kertünk most már jelen pillanatban. Akkor igazából csak szabaddá engeded őket. Vannak, szabadon vannak. Mm. Tehát ha otthon vagyunk, akkor igénylik, hogy együtt vagyunk, tehát családtagok nálunk, úgyhogy együtt főzünk. Általában át kell rajtuk lépegetni. Úgyhogy szabadságuk megvan, de rengeteg időt töltük velük, tehát csak én etetem minden nap, akár éjfélkor érünk is haza, akkor is mindenkit egyesével végignézünk, megetetem, mert azt gondolom, akkor látszik, hogy nincs valakinek baja a családba, és hogy mindenki jól van. Nem akár, hogy érkezett a családba, hanem NASA ajándékot kaptad. Igen, hát ő a férjem kutyája, az az igazság, tehát hiába etetem, gondozom, szeretem, a férjem a minden. De van egy másik, aki viszont a tiéd. Igen, kettőt választottunk. Én szerettem volna őt meglepni, mert a férjemnek volt egy vizslája, 16 évek éltek együtt Zsófikával, és láttam, mekkora szerelem volt köztük, és úgy voltam vele, hogy ezt muszáj, hogy visszahozzuk az otthonunkba, és ő Fülöpöt választotta. És hát akkor legyen egy kislány, és ne legyen egyedül, és illettek ők ketten. Vagyis hát négyen, mert hát négy kutya van, de ők iszonyatosan össze vannak nőve a két vizsla, és ők sokkal többet igényelnek belőlünk is egyébként, mint a többiek. Tehát a vizsla egész más. Szeretik egymást. Mindenkit állat nagy boldogságban éldegél nálatok? Hát az elején azért nem egyszerű ez, mire mindenkit összeszoktatsz, hogy picit oda csíp az elején a vizsla, a kislány huncutabb, ő azért piszkálta a macskákat, akkor azért rájuk kell szólni, de ő kifejezetten szereti, tehát az egyik cicával össze is bújnak, megnyalogatja a fülét, meg vagy gondoskodik. Ki egyébként a nagyobb állatbarát nálatok, a férjed vagy te? Mindketten. Ő másképp, meg én is másképp. Neki marad a boldogság, meg az öröm, meg a rajongás, nekem meg az ellátás, meg a gondozás. De egyébként szeretem csinálni, néha elfáradok, és akkor mondom, hogy néha te is etessél már meg. De hogy úgy se jó, hogy ő csinálja, mert tényleg mindenért rászállok egyébként, elég rossz természetem van, de imádom őket is. És mondjuk 11 időt. Állatnál meg külön választod a ételeket? Tehát van az, mint mondjuk macskák esznek, vagy mondjuk mindenki ugyanazt teszi? Nem, mindenkinek megvan a tányérja. Tehát bele egymás tányérjába? Nem. Mondjuk az egyébként problémát is generálhatna négy kutya esetében, ugye, hogyha egymás tájába belennének. Nem is szeretik a kutyák egymást, tehát ez nagyon fontos, mindenkinek kiszedem, és egyszerre teszem le. És külön vannak, gondolom akkor. És igen, mindenkinek megvan a tányérja. Van, aki így várja, hogy mikor megy el a másik, de nincs belevés, tehát ebbe szigorú vagyok, hogy... Fülöpnek volt valami műtétje most? Volt egy műtéte, elszakadt a szalagja, a tércszalagja, mert ők annyira durván játszanak a kertben, hogy első két fogát kiütötte alul. Szóval őrület, amit művelnek. És de ezt a két vizsla művelik? A két vizsla, igen. És egy hónapig... Hogy csinálni egy szalagszakadását, ezt még az embernél hát sem művelik. Testen végeztek itt nála egy speciális műtétet, úgy tudom, a csontba is bele fúrtak egy picit, és egy hónapig egy nagyon szolid mozgás, csak bent, és spórázon sétáltatás. Túl vagyunk rajta, éppen ma visszaviszem így kontrollra, hogy itt jön, vagyunk. Jön, működik, semmi baj. Szuper minden. Remélem, nem lesz baj. Azt mondják, hogy valaki vagy cicás, vagy kutyás. Hogy van ez nálatok? Cicásnak vagy kutyásnak tartjátok magatokat, vagy ez ugyanannyira mind a kettő felé? Én kifejezetten nem szerettem a macskákat. És 30. születésnapomra kaptam egy szijámit, és az igazság, hogy be kellett lássam, hogy úgy ítélkeztem dologról, hogy nem voltam részese soha. Tehát amikor kapsz egy, főleg egy szijámi, az majdnem olyan, mint egy kutya, tehát megharapja az ideget, veled van, mindenhová kísér, ugyanolyan egygazdás, mint egy kutya, és megváltozott teljesen így a nézetem is össze.
összenőttünk. És, azért, és utána egy cica. Igen, hát a férjemnek is volt, nekem is volt, összeköltöztünk, közös vállalások is vannak, de mondtam, hogy egy darabbal nem növekedhet a létszám. Tehát ez a full, ez a 11. És akkor ez hogyan, hogyan oldjátok meg mondjuk a macskák esetében? Hibatlanítva van mindenki. Mindegyik, aki van. Akkor... Igen, ő az egyetlen fiú a családban, aki nem, mert annyira szép volt, hogy úgy volt, hogy versenyekre fog járni, de ő annyira lelkis, szóval nem lehet senkihez odavinni, otthagyni, ő sír, ő csak mi. Úgyhogy én tudom, hogy ő a legszebb, most nem kell, hogy elmondják, és kapjon egy pecsétet a kis mellkasára. Macskák esetében egyébként fontos számodra az, hogy mondjuk szépek legyenek, ápoltak legyenek? Persze, abszolút, abszolút. Egyébként egy macska, aki jól van táplálva és tiszta körülmények között fekszik, nálunk a kazaházba fűtött, ott vannak a kutyák a szaunába, tehát mindenkinek van fűtött hely, ahova mehet pihenni, ha mi nem vagyunk otthon. Meglátszik egyből egy állaton, szerintem ápolatlan. Mit csináltok akkor, hogyha elutaztak? Ugye azért köztudott rólatok, hogy ugye ti azért szoktatok utazni, szerettek is utazni, azért 11 darab állatot, akkor valakinek figyelnie kell, gondozni. Az a helyzet, hogy Nelszút óta két és fél éve nem voltunk sehol. De ez az állatok miatt van? Én nehezen mozdulok, én annyira boldog vagyok otthon velük, tehát tényleg annyira gyönyörű a kertünk, hogyha kifekszünk a fűbe és nézzük őket és napozunk, ami az is ritka egyébként, engem abszolút boldogsággal tölt el, és nagyon sokat dolgozunk, de akkor is éjszakára hazamegyünk, tehát ha pedig mégis elutaznánk, akkor azért vannak barátok, testvérem, akikre így rábízom. És egyébként az ápoláshoz veszel igénybe külső segítséget, oké, hogy egyedül eteted őket, de hát azért a szőrüket tisztán tartani ennyi állatnál. A vizsla nagyon jó, ha tisztán tartod a helyét, a szőnyegeket cseréled, nem kell vele semmit, nem kell fésülni. A Golden Retriever az igen, tehát az egy nap alatt, tehát az esküvőnkön kivigszoltuk, hogy gyönyörű legyen, aznap vittük el a kerti esküvőnk, mert volt egy polgári esküvőnk otthon, és elvittük, és egy fél óra alatt hátra ment a kertbe, és nem tudom honnan, de 1000 csibirka volt benne, de hogy honnan szedte össze, úgyhogy az összes esküvőn fotón a Golden tiszta csibirka. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy behoztad hozzánk Fülöpöt, és itt voltatok, köszönjük! Köszönöm szépen!